Következő vendégem itt a stúdióban Jankovics István virológus. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Jó reggelt kívánok önnek is. Doktor úr, egy olyan pillanatban beszélgetünk mi itt a stúdióban, amikor az ember, hogyha megnézi az összesített statisztikáját a koronavírusnak, akkor azt láthatja, hogy az egész világon közel, 28 millió ember fertőződött meg, több mint 28 millió ember fertőződött meg, és a halálozási statisztika az pedig 909.479 fő. Ugye ezt percről percre lehetne frissíteni, elszomorító adat. Helytálló most már a virológusoknak, immunológusoknak, kutatóknak az az időpont tervezete, hogy 2021 tavaszán, nyarán tulajdonképpen a legtöbb ország számára elérhető lesz egy vagy több olyan vakcina, ami sikert hozhat? Nagyon reménykedünk abban, hogy ez a dátum esetleg tartható. Én egy picit úgy érzem, hogy inkább a 2021 éve vége az, amikor tömeges méretben áll elő ez a vakcina. Ugyanis ezt tudni kell, hogy ugye a vakcina elvileg készen van. Ugye például van az egyik nagy multi cég, az már le is termelte ezt a 300 millió dózist. A vizsgálatok folynak, és reménykedünk benne, hogy a vizsgálatok pozitívan zárulnak. De aztán utána ugye van egy logisztikai lépés is, amikor ugye szét kell osztani ezt a vakcinát. Tehát ez nem úgy megy, hogy abban a pillanatban, hogy a cég azt mondja, hogy igen, megkaptam a felszállási engedélyt, rajta van a megfelelő pecsét, akkor hopp, már nekem itt is van a vakcina. Akkor jönnek ezek a lépések, a logisztika is azért 300 millió oltóanyagot, a dózis oltóanyagot hűtött körülmények között úgy szétosztani, az egy elég komoly kihívás. Mert hogy egyébként a vakcinák önmagukban nagyon érzékenyek, tehát hogy nagyon-nagyon különleges szállítás, tárolási eljárást igényelnek? Ezek a vakcinák így van, bizonyos nem fagyasztva, de hűtött körülmények között itt szállítást igényelnek. Mert egyébként akkor a hatékonyságuk romlik, vagy csökken, ugye, hogy ezt nem megfelelően tárolják, vagy szállítják. Doktor úr, azt hadd kérdezzem azt azért öntől meg, ki fogja és milyen formában megmondani azt, hogy az adott vakcina, ami majd forgalomba kerül, és ugye azt most már hallhattuk, hogy az oroszok most már elkezdték azért beoltatni magukat, hallottuk azt is, hogy Kínában ugye van olyan vakcina, amivel a hadsereg, vagy a hadseregnek egy részét már beoltották, de amikor nagy tömegek beoltására fogják használni, ugye ez kellő vizsgálatokon átesett, és minden eredmény pozitívan felmutató vakcináról van szó. Nagyon kíváncsian várom én is, hogy történik majd ez. Nagyon-nagyon szigorú előírások vannak, ez egy gyógyszerkészítmény. A gyógyszerkészítményekre pedig nagyon szigorú nemzeti előírások vannak. Tehát abban az esetben, ha a gyógyszerészeti hatóság, és most itt az Európai Gyógyszerügynökségre gondolok, azt mondja, hogy megkapja a felszállási engedélyt, megkapja a törzskönyvi engedélyt ez az oltóanyag, akkor én azt gondolom, hogy a mai tudásunk szerint biztosak lehetünk abban, hogy ez megfelelő hatásosságú és megfelelő biztonsági profilú lesz. Mit kezdenek a kutatók akkor és a gyógyszergyárak akkor, amikor azt látják, hogy a vírus folyamatosan mutálódik, és az a vakcina már nem feltétlenül jó arra a mutációra, ahol éppen tart? Ez gyakorlatilag úgy kell majd megoldani ezt a kérdést, ha odaérünk, ahogy az influenza vakcinánál. Tehát folyamatosan változtatni. Itt igazából nem is ez a probléma, hanem az, hogy én a legeslegfontosabbnak a biztonsági profilt értem. Én azt gondolom, hogy ha nagyon-nagyon szigorúan a mellékhatásokat ki tudjuk szűrni, mert igazából ez a legfontosabb. Tehát ennek kell idő. Ezért gondolom, hogy ez a 2021 tavasza, ez még egy picit kevés, mert ugye a biológiában ezek hosszú időt vesznek igénybe, tehát nyomon kell követni a beoltott embereknek az élettörténetét, stb. Tehát ez lesz a hosszú, és ezért gondolom, hogy inkább a biztonsági profilnak a 101%-os megvalósítása után fogja megkapni. És hát ugye nem egy virológus most már ugye azt is mondja, hogy ha van egy tökéletes vakcina, annak a hatékonyságát vagy a hatását nem is tudják megmondani, hogy az 3 hónap, 5 hónap, fél év vagy esetleg 1 évre is jó lenne. Doktor úr, hadd kérdezzem arról, amiről még kint az előtérben beszélgettünk, még mielőtt beültünk volna ide a stúdióba, hogy említette azt, hogy itt Budapesten a CMC klinikán tulajdonképpen vizsgálják, vagy vizsgálnak sok-sok vért.
mármint embereknek a vérét, ugye, akik nem tudom, hozzájárultak ehhez. És ugye azt nézik önök, hogyha jól értettem, hogy milyen immunválasz lehetőség van az adott szervezetnek a vérébe, ugye? Így van. Igen. És bocsánat csak, hogy jól értettem, hogy összehasonlítják néhány olyan betegével is, aki már a koronavírust elkapta és felgyógyult belőle? Igen, van egy tudományos konzorciumunk a Korányi Intézettel és a Nemzeti Népegészségügyi Központtal, és a betegektől való savókat, illetve a vizsgálati mintákat rajtuk keresztül kapjuk. Amit mi összehoztunk... A savó az egy vérminta. Vérminta, igen, az a vérminta. Igen, tehát amit mi már március végétől összehoztunk, az egy olyan vérminta kollekció, amiben vannak negatív minták, és vannak pozitív minták. Ezek úgy jöttek össze, hogy valaki kíváncsi volt, hogy ő átesette már a fertőzésen, és eljött hozzánk. Tehát nekünk van egy úgynevezett biobankunk, egy savóbankunk, amivel egy megfelelő immunológiai keresztmetszetet tudunk nyújtani itt a járvány kezdetétől egész a napjainkig. Ez egy 5000 savó, ami a mi birtokunkban van, és ezt tudjuk összehasonlítani most már lassan, amik jönnek a betegektől kapott vérrel, és próbáljuk azokat az immunológiai paramétereket kiszűrni, amik fontosak. Mert nem látjuk még, és igazából a vakcina fejlesztésnek is ez az egyik legsérülékenyebb pontja, nem látjuk azt, hogy milyen immunválaszt kell elérni, és az immunválasz a normális esetben milyen hosszan tart. Azt látjuk, hogy a márciusi betegek között van már olyan, akinek a felére csökkent az immunológiai paramétere a mostani vizsgálatokba. És azt látjuk, és ezt a vakcinatermelő is leközölte, hogy a vakcina beadása után viszonylag nagyon gyorsan csökken az ellenanyagválasz. 56 nap után már elkezd csökkenni a beadás után. Tehát itt nagyon-nagyon sok olyan immunológiai paramétert kell, és ebben hát élen jár ez a kis konzorciumunk, amiben a nagyon jó adatokat fogunk tudni nyújtani a vakcina fejlesztéshez, a vakcina hatásossághoz. Most tulajdonképpen akkor arról is beszélünk, doktor úr, hogy aki már átesett a koronavíruson, felépült, felgyógyult, lehetséges, hogy azoknak az embereknek kvázi felesleges is beoltatniuk majd magukat? Mert ugye a szervezetükben, a vérükben már megvan a megfelelő ellenanyag? Gyakorlatilag ezt mondhatnám, ugyanez van az influenzánál is, akinek van ellenanyaga, az védett. Tehát gyakorlatilag bajt nem okozunk vele, hogyha beoltjuk, mert egy picit jobban védett lesz, de gyakorlatilag olyan sok hozama nincs az oltásnak. Mit kezd akkor az olvasó, a hétköznapi ember azokkal a hírekkel, amikor olvasunk és hallunk, nem tömegével, de azért most már hallunk olyan híreket is, hogy ezt a vírust bizonyos esetekben el lehet kapni még egyszer, és aki már elkapta, annak még súlyosabbak voltak a szövődményei. Nem nagyon látjuk ennek még a hátterét, és nagyon-nagyon kevés anyag van, tehát néhány közlés van. Lehet, hogy bizonyos immunológiai hátterű emberek elkaphatják még egyszer. Ezt nem tudjuk, tehát lehet, hogy látni... Meg azt sem, hogy ez milyen mutációja már a vírusnak. Esetleg a mutáció. Így van, tehát itt a két dolgot kell összehasonlítani, magát a vírus változékonyságát, illetve az immunogenetikai háttert. Még egy gondolatot legyen ön kedves elmondani nekünk, amikor ugye tavasszal megtanultuk azt, hogy 65 év. Tehát ugye ez egy olyan számadat volt, amire az emberek többsége azt gondolta, hogy aki 65 év feletti, annak tuti nagyon rosszak ugye az életben maradási esély, vagy nagyon veszélyeztetett, akkor inkább így mondom. Ez helytálló? Tehát aki elmúlt 65 éves, most arra ugyan, hogy elárulom, de ön is 65 év felett volt, mert rákérdeztem, akkor ön most tulajdonképpen veszélyben érzi magát, vagy egy 65 éves ember is lehet egy nagyon jó immunválasszal ellátva, és éli így az életét? Szóval, hogyha nem orvosként, hanem egyszerű logikával gondolkozom, akkor azt mondom, hogy ugye minél idősebb egy ember, annál nagyobb a valószínűsége, hogy meg fog halni. Tehát azért ez egy evidencia. De természetesen ez nem mindenkire vonatkozik. Meg hát nem aki, nagyon szeretünk van, meghalni. Így van, meg hát van, aki azért nem, van, aki fiatal korban hal meg, tehát olyanról is tudunk, tehát ez is evidencia. Én azt gondolom, hogyha azokat az intézkedéseket, azokat a védőintézkedéseket betartja mindenki, amit mondunk, a kézmosás, a távolságtartás, a maszk, stb. Maradj otthon, ha beteg vagy, akkor szerintem maximalizálhatja a túlélés esélyeit. És azt hiszem, hogy az életünkben ez a legfontosabb, hogy az adott genetikai, immungenetikai, nem tudom, szociális háttérrel itt lévén megpróbáljuk maximalizálni.
tényleg csak nagyon röviden, néhány másodpercben azt mondta, 5000 vérmintájuk van most körülbelül, ugye? Igen. Általánosságban mit lehet elmondani erről az 5000 vérmintáról, hogy a magyarok jó immunrendszerrel rendelkeznek, vagy rendelkezünk, vagy sem? Körülbelül van 5-6%-os az átfertőződés, ez teljesen hasonló, mint azokban az országokban, ahogy, akik hasonló zárlatokat rendeltek el az elmúlt időszakban. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Jöjjön legközelebb is. Köszönöm a beszélgetést.